Üdvözlöm Önöket, kezdődik a Promenád adásunk első részében. A Miskolci Nemzeti Színház kamaraszínházába látogatunk. Opera is, musical is és koncert is. Különleges előadással készült a Miskolci Nemzeti Színház énekkara. Tolsztoj egyik legismertebb regényét, az Anna Kareninát álmodták színpadra. Bár a történet több mint 140 éve született, a művészek szerint a mondani való ma is aktuális. Már egy régi érlelődő dolog, az én már nagyon régóta hallottam és ismertem ezt a művet. Gondolkodtam nagyobb dolgokban is, hogy teljesen előadásszerűen megcsinálni más formában, máshol, mondjuk egy kvázi egy önálló társulatot alakítva, de ez a Covid, az első Covid hullámnál ez félbeszakadt ez a projekt, akkor jött egy kis csipke rúzsikálom ezzel kapcsolatban, de most március elejére körvonalazódott és tisztázódott ennek a projektnek a mikéntje, hogy ez hogy tud lefolyni itt a színháznak a falai belül. Ugye több szempontból is izgalmas a dolog, mert az énekkar, aki ugye ezt a művet most a színpadra viszi, nem feltétlenül készít önálló produkciót. Volt már rá példa, hogy szerepeltek önálló produkciókban, mondjuk az operácskákban, amik ilyen beavató operák voltak itt a Kamaraszínházban, de most ez egy új dolog, mert egy új műfaj, félig meddig opera, félig meddig musical. A szerző mondta, Kocsák Tibor mondta erről a legjobbat, hogy igazából ez a két szék közül a padló, mert a musical kedvelőknek ez opera, az opera kedvelőknek ez musical, szóval ez egy ilyen nagyon izgalmas átmenet. A másik dolog, amitől új és izgalmas tud lenni még a bemutatója, hogy itt, ha jól tudom, a Miskolci Nemzeti Színházban nem volt még bemutatva Kocsák Tibornak a zenéje. Bronzkéknek drukkolok, amikor szembe találkozom, vagy filmen, vagy olvasva, vagy a művel, vagy bármilyen formában a művel, de inkább a zene volt az, ami megfogott, és az, hogy ezt az énekkari tagok között ki lehet osztani, és vannak rá emberek, akik ezt tudásukhoz mérten a legjobban el tudják énekelni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és ez egy inspiráló dolog tud lenni. Nagyon fontos leszögezni, hogy ez a koncert jellegű bemutató kicsit túllép magán a koncertségén, szóval nem úgy kell elképzelni, hogy beállunk egy kottapult mögé és elénekeljük, de az is fontos mellette, hogy mi most itt nem a teljes előadást játsszuk el. Maga a teljes előadásnak a zenei anyaga az 2 óra 45 perc, most ezt 2x 45 percbe sűrítettük. Érdemes úgy jönni, hogy az ember egy picit utána olvas, vagy utána néz, de szerintem, legalábbis bízom benne, hogy követhető a történetnek a folyama. Romantikus nék, mintha más lennék én, valahány.
Anna, ő 18 évesen ment férjhez, ugye Alexej Kareninhez, viszont nem szerelemből házasodott, pusztán kötelességből, és ugye hát az akkori társadalom ezt el is várta tőle. És a későbbiekben a bátyja megkérte, hogy utazzon Moszkvába, kibékíteni őt az akkori feleségével, amit Anna meg is tett, és a vonat út közben ő a Vronszkinak az anyja mellett utazott, és ugye szóba is eredtek. Aztán amikor leszálltak Moszkvába a vasútállomáson, akkor találkozott először Vronszkival. Ugye az rögtön egy ilyen szerelem első látásra volt. Moszkvában tartottak egy bált, ahová Annát is meghívták, és ezen a bálon megjelent Vronszki is. És ott felkérte őt táncolni. És ott igazából szerintem már megszületett az a szerelem. És onnantól kezdve pedig Anna nagyon próbálta leplezni azt, hogy nem is leplezni, inkább elnyomni magában az érzéseket, hogy ő nem szeretett belé, hisz nem szabad. Otthon várja a férje, akitől ugye van egy gyermeke is, a Szer Józsa. És mikor visszaért haza Szentpétervárra, akkor találkozott a vasútállomáson ismét a Vronszkival, aki utána jött. És innentől kezdve pedig olyan bonyodalmakba gabajodtak, és Anna próbálta magában elnyomni ezeket az érzéseket, Vronszki nem engedte. Ezek a társasági esték, amik voltak, bálok, ott azért látták, hogy valami van Anna és Vronszki között, és ezt el is mondták az Anna férjének, Kareninnek, aki ezt szóvá tette, hogy ugye ezt Anna nem engedheti meg magának, ezért döntött Anna úgy, hogy akkor titokban ő mégiscsak összegabajodik a Vronszkival, megkeresi. És hát ugye később ki is derül, hogy Anna gyermeket vár Vronszkitól, ami aztán még egy problémát hoz. Harapszol majd rá, kedves, el kell mondanom, tudom kell, gyermekünk lesz. Volt a legnagyobb baj, hogy hiába szerették egymást, és tényleg mindent megtettek volna a másikért, egyszerűen nem tudtak létezni. Nem tudtak együtt mutatkozni társasági eseményeken, a színházban. Ugye a színházban volt egy borzasztó megalázása az Annának, ahol elküldték onnan. És ugye ott a Vronszki, ő nem állt ki mellette. Mert a Vronszkiba is valószínű akkor tudatosult az, hogy ez nem lesz így jó. És akárhogy kérlelte például az Anna barátnőjét is, a Betszit, hogy hadd jöjjön el, hadd jöjjenek el a bálra, hadd legyen közös társalgás, azt mondta a Betszi, hogy nem lehet. Mert hogy nem csak minket, de ezáltal őt is ki fogják közösíteni a többiek. Nice job.
most már nincs időnk. A záró jelenetek az abszolút negatív számomra. Ugye amikor megtörténik ez a színházi megalázás, aztán a veszekedések Vronszkijval, ugye Karenin nem akar elválni, és ő direkt nem akar elválni, mert tudja, hogy ha nem fogja elengedni az Annát, akkor teljesen ellehetetleníti az életét, ami ugye sikerül is. És tulajdonképpen ez a sok veszekedés, ez a sok negatív hatás, ami éri Vronszkij és Anna kapcsolatát, ez teljesen elbizonytalanítja Annát, hogy ő vajon így fog-e tudni élni. És nem is ő, hanem hogy Vronszkij egyáltalán fog-e tudni szeretni őt így. És elbizonytalanodik. És ezért is van az, hogy a végén úgy gondolja, hogy az lesz a legjobb, hogyha ő meghal. Ez a musical-opera keverés, hát azért volt mit csinálnom. Tehát teljesen átállítani az agyamat, hogy hű, akkor most melyik hangképzést, mely technika, de azt hiszem, hogy így az érzéseimre és az ösztöneimre bíztam ezt az egészet. Abszolút közel is áll hozzám ez a karakter. Én nagyon szeretem a drámai karaktereket, és szerintem ezért is tudom ennyire a magaménak érezni. Nem volt egyszerű élete az Annának, és talán ez az, ami tetszik nekem, hogy a szenvedélye által, és maga az egész karakternek a sötétségével, de mégis a szépségével tudok dolgozni a színpadon. Gyakorlatilag Karenin beállt egy ilyen ernyő alá, ami a vallásosságából fakad, és a társadalmi korlátoknak a mentén halad az életében, és úgy gondolja, hogy ez neki bőségesen elég, és ez gyönyörű szépen át fogja az életét ívelni, és nem gondolta arra, hogy ez valahol berecsenhet. És tehát ebben bízva élte az életét, és nem vette észre azt, hogy közben Anna ő szenved mellette. Nincsen meg az a lelki kapcsolat közöttük, ami szükséges, hogy egy egészséges kapcsolatot hosszú távon életbe tartson. És hát szerintem nem vette azt figyelembe, hogy Anna ő egy merész, vakmerő nő, aki bevállalja ezt egy ilyen helyzetet is akár bevállalhat. Nem számított erre. És hát ugye amikor az elején kétségek gyötrik, tehát folyamatosan kétségek gyötrik, nem is meri elhinni, nem is hiszi el, hogy ez megtörténhet vele. Hogy lehet ez? Hogy lehet? Hát Anna az enyém. Anna nem lehet másé. Hát hozzám tartozik, és tehát, hogy nem is vette tudomásul. És aztán, ahogy megy előre az időben, ugye a lóverseny után gyakorlatilag Anna a szemébe mondja, hogy ő a Vronszkij, és akkor szembesül azzal, hogy hoppá, hát itt már nincs lehetősége.
onnantól kezdve ugye hát nem kimondottan a krisztusi értelemben ment vallásosság útján halad, gyakorlatilag kínozza Annát, és Annának hát ez lesz a veszte. Egyébként azért is tetszik ez az egész, mert tényleg annyira kortalan, hiába, hogy az 1800-as éveknek a vége felé játszódik, de én azt hiszem, hogy ez örök érvényű, még akkor is, hogy ha ma a társadalmunk ugye teljesen másképpen reagál egy ilyen szituációra, tehát nem ennyire kiélezett, nem ennyire lehetetleníti el a nőket főleg. És hát ami a meglepő, hogy ugye a nőket szúrják ki mindig, a férfi az, hogyha félrelép, akkor ő nincsen pellengére állítva, tehát ez a kettőség, ez is nagyon mellbevágó. Ezért is érdemes ezzel foglalkozni, és talán mindenkinek egy kicsit foglalkozni, hogy mit is jelent az, amikor házasságot kötünk, mit is jelent az, amikor egy életet tervezünk hosszú távon, és egy konfliktust hogyan tudunk megoldani. Ez szerintem óhatatlan, hogy mindenkinek az életébe bejön egy-egy ilyen momentum, egy-egy ilyen kisiklás, vagy érzelmi elváltozás ugye az évek során, és akkor ezt valamilyen szinten kezelni kell. És hát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt jól kezeljük, ezeket a dolgokat, és pozitívan vigyük előre, azért, hogy tényleg épp gyerekeket neveljünk, és boldog életet éljünk tulajdonképpen, mert ez a kulcsa, hogy a problémákat megoldjuk, és ne dobjuk, hanem úgy vigyük előre. Úgyhogy nekem talán ez a mondani valója. Márka nagykövete lett az Ellipsum élmény és strandfürdőnek. Péter Szabó Szilvia, a Nox együttes énekesnője, több reklámkampányban is részt vesz a fürdő népszerűsítése érdekében. Mint mondta, hatalmas megtiszteltetés volt számára a felkérés. A munka pedig már tavaly elkezdődött. A komplexum egyébként április 15-én nyitja ki kapuit a vendégek előtt, aznap az énekesnő is meglepetéssel készül. Miskolc Dapolcán, a Bükk-hegység ölelésében bűvös vízcseppek érintenek. Pihentető élmények, káprázatos pillanatok, izgalmas kalandok várnak rád egy új világban. Indulj el, éld át, töltődj fel, Ellipsum. Reklámfilm Péter Szabó Szilviával. A helyszín az Ellipsum élmény és strandfürdő. A komplexum vezetése a Nox énekesnőjét kérte fel Márka nagykövetnek. A művésznő szerint a lehetőség nem is jöhetett volna jobbkor. 20 éve debütált a Nox a nagy közönség előtt, és amikor én így tudatosult bennem ez a szám, akkor magam sem akartam eljönni, hogy biztos, hogy nem annyi. És utána kellett számolnom, és utána nézni, és így konstatáltam, hogy de, 19 éves voltam, amikor elindult ez a történet, és most vagyok 39, akárhogy számoljuk, az 20 év. És nagyon sok mindent tervezünk mi is erre az évre. Ezeket így szépen fokozatában elkezdtük.
tudjuk csepegtetni már a közönségnek, de még nagyon sok minden várat magára, amiről nem beszéltünk, és bízom benne, hogy nagyon fognak neki örülni. És ezért is jött ki nagyon, nagyon jól, vagy flottul ez a felkérés, hogy ez is pont erre az évre vonatkozik, mert hogy most akkor úgy minden van ebben az évben. És azért mondtam itt a sajtótájékoztatón is, hogy megtisztelő volt a felkérés, mert amikor egy nagy cég, egy nagy vállalat, akár az Ellipsum, akár például a Volvo márka nagykövete is vagyok, felkér egy előadót, egy ismert embert arra, hogy az arcával képviselje azt az adott márkát, adott céget, adott fürdőt, akkor az mindig egyfajta bizalom, ami jól esik az embernek. Mert most az Ellipsum részéről is bíznak abban, hogy a személyem kifejezi azt majd az ide látogató közönség számára, amit ők szeretnének közvetíteni, amit szeretnének átadni. Márka nagykövetének lenni egy cégnek, egy brandnek, egy márkának, az valamilyen szinten családtaggá válik az ember életében. Tehát valamilyen szinten belebújik a hétköznapokba és úgy mindenbe, és mindig is az elmúlt 20 évben igyekeztem úgy megválasztani a felkérések közül azokat, amiket elvállaltam, ami mind emberileg, mind az adott márka által képviselt értékekben nagyon közel áll hozzám, úgyhogy itt sem lesz ezzel probléma, én úgy gondolom. És bár a márka nagykövet személyét csak nemrég jelentették be, a munka már tavaly elkezdődött. Nagyon sok minden előzte meg, itt láthattátok, hogy azért reklámfilmet forgattunk, fotózás volt, stb. Ez egy nagyon izgalmas nap volt egyébként, amikor ezeket csináltuk. Elfáradtunk nagyon, de nagyon élveztem, főleg, hogy alig voltak a fürdőben és minden medencében, csak én uralkodtam. És én nagyon bízom benne, hogy a közönségnek is tetszik a végeredmény, amit csináltunk. A reklámfilmek forgatásán és a fotózásokon kívül más meglepetéseket is tartogat az énekesnő és a fürdő vezetés. A nyitás napján 15-én egy hangulatos kis félvolás, kis zenei performanszal is szeretném megörvendeztetni majd azokat, akik ide látogatnak aznap, mint az Ellipsum márka nagykövete. Úgyhogy nekem van egy fantasztikus gitárosom, és vele fogunk egy nagyon klassz kis, kicsit meghitt, kicsit pörgős, de mégis egy ilyen nagyon intim kis koncertet ide varázsolni egy fél órában a fürdőbe, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. Sok olyan dalt hangszereltünk át egy szágitárra, amik kapnak egy nagyon érdekes és egy nagyon intim hangulatot azáltal, hogy ketten adjuk meg a varázsát ennek. A márka nagykövet elmondta azt is, egyáltalán nem közömbös számára Miskolc. Miskolcot minden szempontból nagyon szeretem. Ugye egyrésztről sokszor koncerteztünk már itt, nagyon jó a miskolci közönség. Aztán ugye köztudottan Magyarország nagyon gazdag vízben, főleg, hogyha fürdőkről beszélünk, gyógyvizekről, stb. Szerintem az egyik talán leggazdagabb ország a világon, akinek ennyi kincse van a földben. És Miskolc az kiemelkedik ezek közül. Úgyhogy nagyon sok fürdőt, többek között a barlangfürdőt is meglátogattuk már jó párszor, és hát nagyon sok barátom van Miskolcon, olyan is, aki már Budapesten lakik azóta, de miskolci születésű, és olyan is, aki még azóta is itt él, úgyhogy mindig szeretek ide jönni. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket egy hét múlva is. Viszontlátásra!